Keserű Sándor a tárgyak szeretetét az édesapjától örökölte, aki népművészeti tárgyakat, bélyegeket és régi kitüntetéseket gyűjtött. A családi legendárium szerint a papa egy alkalommal átkutatott egy egész patakot Horthy István kitüntetéseiért. Horthy éra kitüntetései 1946 után életveszélyes volt bárkinél is megtartani, hiszen az utalhatott arra, hogy az az ember esetleg az előző rendszerhez tartozott. Ezeket eldobálták nagy részét, és fülébe jutott a Horthy szakácsnője, elvitte magával, és ezek között volt a kitüntetés sor, amit Nagymaroson egy patakba bedobott. És édesapám végigjárta ezt a patakot, és meg is találta egy részét, ugye amennyire a vízsodrása elvihette, még jó pár évvel utána is. Sándor édesapja néhány éve meghalt, de még mindig a garázsban áll a régi Fiatja, bár egy kicsit átalakítva. Minden életpályában van egy első autó és egy utolsó. Neki ez volt az utolsó. Sokszor megkért, hogy reparáljon már meg ugye az alját, meg a fékrendszert. Sajnos ez már akkor készült el, amikor már ő nem tudta használni. És minden egyes járműnek van valamilyen ideológiája, mindenkinek van, aki becézgeti, nevet ad. Én meg úgy gondoltam, hogy egy emlékautót csinálok a saját emlékeknek. Édesapám nagyon szeretett strandra járni, és akkor átalakítottam ilyen strand autónak, ezért lett a fonott ülés és a vidámabb szín. Sándor egyik legértékesebb járműve ez a múzeális oldalkocsis motor. A II. Világháborúban felderítőnek használták. Szeged környékén egy repesztalálatot kapott, és évekig az erdő szélén rozsdásodott. Ez háborús gyártmány, amit 41-ben használt a német hadsereg a Wehrmacht állományában, egy páncélfelderítéses nyergeny. Az az érdekes, hogy az alvázból egy tenyérnyi darabot kitépett egy repesz. 10 évig szedték össze az alkatrészeket, valamelyik diffiben még egy golyó is belerepült, hogy hát ezt ugye háborúban használták, előre küldték a páncélos alakulatok felderítésében. Óriási érték volt egy páncélos elvesztése, de kiküldték a motorost, azok ott maradtak, tudták, hogy ott az ellenség. Azért érdekes, hogy későbbiekben leselejtezték őket, mert leírt a kipufogó, nem volt jó tereptulajdonsága, és ezután következett az R12-es és az R75-ös, ami a világ első olajfékével működő motorkerékpárja volt. Háborús járművek néha megrázó történeteket hívnak elő a kor szemtanúiból. Van egy nagyon idős szabómester, aki az egyik járművemről láttán elmesélt a berlin ostroma történetét, hogy saját maga látta, ugye szabóként a magyar hadseregben dezertált, és később a lehető legnagyobb katlanba keveredett, és elmesélte a front élményeket, hogyan látta a német katonákat meghalni, és valami csoda folytán ő megúszta a szovjet hadifogságot is, mert nem előre indultak el, hanem hátra, ott pedig már az amerikai zóna volt. Másnak talán értéktelen kacatok és roncsok, de a gyűjtők érzelmi alapon választanak és ragaszkodnak a tárgyaikhoz. És ki más lehetne egy járműgyűjtő legjobb barátja, mint az, aki rendszámokat gyűjt. Kenyeres Tamás a rendszámgyűjtés Guinness rekordere, több mint 10 000 rendszám boldog tulajdonosa. Egy gyűjtőt véleményem szerint csak egy másik gyűjtő érthet meg, hiszen lehet, hogy teljesen különböző dolgokba vagy különböző dolgokra van szakosodva egy gyűjtő, hiszen mindenkinek van egy bizonyos terület, amin igazából otthon érzi magát. A Sándornál rendszámtáblák inkább egy mellékvágány, tehát ő neki az autókhoz tartoznak, mert nagyon szereti őket, de azért a gyűjteménye nagy részét már nekem adta. Föláll az embernek a szőr a karján egy pillanat alatt, hogyha olyan különlegességet lát, ami mondjuk az ő gyűjteményében nincs meg. Nem meglepő ez a dolog, de tehát jártunk mi már Belgiumban és különösen Bőrzén, meg ugye az Egyesült Államokban. Tehát az ember nyilván úgy szervezi a nyaralásait, stb. Tehát a család úgy van irányítva, hogy ezek a dolgok ezek közben vannak ikratva. Ez éppen egy hete került a birtokunkba, ez egy régi kerékpár rendszám, 1936-ból,
Sándor barátommal közösen voltunk Mannheimben, Európa legnagyobb veteránjármű vásárán, és ott vásároltuk, Lengyelországból került tulajdonképpen hozzánk, rajta van a városnak a neve, ahol használták, és ez a 78-as számú kerékpár volt 1936-ban. Gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchiától kezdve egészen a háború utáni időkig is még használtak kerékpárrendszámot, és külön kerékpárhoz tartozó forgalmi engedély is volt, és vezetői engedély. Magyarország egyébként nagyon fejlett az ilyen rendszámtáblák terén, hiszen gyakorlatilag a világ negyedik országa volt, aki rendszámtáblát bevezetett. A közvetlenesített szisztéma az például Magyarország alkalmazta, pontosabban az osztrák-magyar monarchia alkalmazta a világon elsőként. Sándor, akkor felfúrnánk ezt a rendszámtáblát? Ah, legfontosabb, hogy ide tartom. Precíz legyen. Így van. Oké, nyomok egy kövéret. Lesz még egy. De elég vékony lemezbe volt az hát nagyon ez... könnyen átfűtött. Vagy jó a fúrógépen? Mindkettő, könnyen is van mindkettő. A filmeken nem mindig figyelnek arra, hogy a régi autókon a rendszám is stimmeljen, de gyűjtőink ügyelnek a részletekre. Ez a B7-es rendszám az 50-es években állami vezetőkocsiját díszítette. Ezt a B7-et több ember is használhatta, akár Rákosi, akár Rákosi is, vagy akár Nagy Imre. Vagy akár Nagy Imre is, igen, hiszen hát ugye ő is miniszteri státuszban volt abban az időben, ugye 1945 és 48 között beszélünk erről a témáról. Megteszed, hogy ezt a... Persze. Hát meg az átétet rárakott, köszönöm. Hát a korba... De hogy elkezdték begyűjteni a régi rendszer autóit, és kapták ezt a rendszert. Ez 45-48 elméletileg, legközött használhatták. És ugye tudod, hogy akkor érdekességképpen még a roncsjárművekre is szereltek rendszámtáblát, hiszen így tudták beazonosítani, hogy hány darabban jármű maradt meg a háború után. Nem tudtad? Nem. Hát az biztos, hogy nagy érték volt minden. Még a roncs is érték volt, persze. A gépjármű, hiszen igen. Akár a haditermelésben át tudták menni, szerintem nagyszerű lett. Nagyon szép lesz. Első találkozásuk alkalmával Sándor egy második világháborús rendszámot ajándékozott Tamásnak, amit gyűjtő útján egy kültéri mellékhelyiségben talált. Így kezdődött barátságuk. Milyen érdekes, hogy például a repülőket, és amiután lezuhantak a brit repülőkről, és mindent szétszedtek a falu lakosai, és beépítették. Igen. Csirkeóba, meg egyébek. Így van, és úgy járt ez a rendszám is, ugye megtalálhatták valahol a frontvonalon, és hazavitték, hogy ne fújjon be a WC-n a szél, és vagy akkor ne be az eső. Vagy ne essen be az eső, és kiszögelték. Hát akkoriban ugye nyersanyag és alumínium hiány volt. De gondolj bele, hogy utána a háború után a begyűjtés során nem szedték le. Tehát ez egy nagy különlegesség volt, hiszen ugye akkor összeszedtek mindenféle fémet, alumíniumot minden háztartásból. Ez nagyon érdekes. Azért tűntek el akár ezek a rendszámok is, és ezért nagyon nagy dolog. És a másik dolog ugye, hogy a háborúban az összes járművet, sőt a háború után ugye az állami igazgatás az összes személyjárművet és teherautót begyűjtött a saját számára, és csak a motorkerékpárok maradtak meg magánkézbe. Ezért van most sok veterán motorja Magyarországon, és nagyon kevés veterán autó. A Tátra 57-es a szürkével Szegedre lementek lábon, úgyhogy nem volt rajta generátor és... Két ilyen nagy akkumulátort tettünk be, és tudod, mondta a másik srác is, hogy nyilván elektromos autóval mentünk, igen. Csak addig volt szikra meg. Azt te vezetted a páncélost, hogy is volt? A Székesfehérvár mellett volt.